Idén pontosan 50 éve, hogy 1972-ben megkezdte működését a pénzügyész számviteli főiskola Salgótarjánban. Sajnos az intézményt működtető jogutód budapesti gazdasági főiskola 2013-ban megszüntette az itteni képzést. A PSF-nek azonban évtizedekig meghatározó szerepe volt Salgótarján életében, ezért is gondolta úgy az intézet egykori igazgatóhelyettese Gubán Miklós, hogy az 50 éves kerek évfordulóról jó lenne méltó módon megemlékezni, ezért egy nagyszabású találkozót kezdeményezett egykori hallgatók és oktatók számára, melyet szeptember 23-án tartanak majd a József Attila Művelődési Központban. Úgy merült fel az egész rendezvény szervezése, hogy tulajdonképpen én Zalaegerszegen voltam dékán, és ott lett volna 50 éve, hiszen a Zalaegerszegi Intézetet egy évvel a Salgótarjáni Intézet előtt alapították. És sajnos a vírus meg egyéb okok miatt Zalaegerszegen elmaradt ez az ünnepség, ugyanakkor tudjuk, hogy Salgótarjánban mekkora szerepet töltött be a főiskola, így én úgy gondoltam, hogy ezt nem szabad kihagyni, tehát mindenféleképpen meg kell emlékeznünk arról, hogy itt volt egy nagyon neves, nagyon jól működő felsőoktatási intézmény, és ez hátha lendületet is ad a jövőbe egy újabb felsőoktatási intézménynek. Úgy néz ki, hogy szeptember 23-án lesz. Az első nap szeretnénk egy ilyen nagyon jó közös találkozást. Régi oktatók, régi dolgozók, régi vezetők, alapítók, illetve a hallgatók. Hallgatók részéről nagyon nagy az érdeklődés. Már elindítottam egy Facebook oldalt, ami aztán be is telt minden, úgyhogy most egy külön módon kell majd a regisztrációt megoldani. Tehát mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha egy nagyon jó hangulatú hallgatói, oktatói, tehát régi hallgató, régi oktatói, és természetesen a városból elszármazott értelmiségieknek egy nagyon kellemes találkozója lenne. A korábbi salgótarjáni kötődés miatt a ma már Budapesti Gazdasági Egyetem néven működő intézmény a Gazdasági Informatikai Kutatási és Oktatási Fórum, vagyis a GIKOF tagjaként idén ősszel városunkban rendezi meg a szervezet legfontosabb éves találkozóját, az Országos Gazdasági Informatikai Konferenciát. A GIKOF az a Neumann Társaságon belül működik, és elsősorban a gazdasági informatikának a felsőoktatáshoz köthető képzés, tananyagok fejlesztésével, ezeknek a terjesztésével foglalkozik, most már közel 20 éve, és ő szervezi az Országos Gazdasági Informatikai Konferenciát, amely kezdeti években Győrben került megrendezésre, és az utolsó, hát körülbelül 10 évben pedig vándorkonferenciaként működik. A 2021-es OGI konferencia az a Pannonia Egyetemen Veszprémbe került megrendezésre, és ott az elnökség a BGN-nek adta a rendezés jogát, és részünkről a BGN részéről, ugye itt a salgótarjáni kötődés a korábbi képzés kapcsán megvan, ezért tárgyaltunk gyakorlatilag itt a Fölszer Társasággal, illetve a várossal is, hogy adott esetben itt tartanánk meg a konferenciát. A GIKOF elnöksége január végén fog dönteni a konferencia pontos idejéről és helyszínéről. A konferencia ügyét felkarolta a Jobb Páholy Förster Társaság is, amelyben egyébként a főiskolai találkozót kezdeményező Gubán Miklós is elnökségi tagként tevékenykedik. Egy kétnapos rendezvényről lesz szó, ahol az első napon valójában előadások és szekcióülések, majd zárásként, mint ahogy minden konferenciánál, egy állófogadás, egy díszvacsora, másnap a zárása, a konferencia zárása, és ugye szabad programként a város megtekintése, a város környékének a megtekintése. Tehát egy nagyon komoly konferenciát hozunk ide a városba, ráadásul nagyon nagy a reklámfelülete is. 58 akár 100 ember is regisztrálhat rá, akár külföldiek is jöhetnek. Egy kifejezetten egy szakmai fórum lesz. Mind a gazdasági informatikai konferencia, mind a Salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskola megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tervezett találkozó tovább színesíti a 2022-es centenáriumi év Salgótarjáni programjainak sorát.